és mezőn gyűlt össze. Itt úszik a 16 éves világcsúcstartó Wang Kínából, ugye Budapesten a világkupán úszta a világcsúcsot. A legjobb idővel pedig Ariadne Titmus kvalifikálta magát, aki szintén nagyon fiatal, 18 éves, és a versenye már a 200-at megnyerte méghozzá kiváló hajrával. Érdekes verseny lesz, 200-on Titmus 2 másodperccel gyorsabb, mint Wang, aki tegnap megnyerte a 800-at, úgyhogy az állóképességgel nem lesz problémája. Érdekes kérdés, hogy ki milyen taktikával áll oda. Láthatjuk még a döntőben a másik 16 éves kínai lányt, Li Bingjit, szóval akárhogy is alakul, a jövő generáció döntője, ez azt mondják az úszáshoz értők, és mi is talán ilyen szemmel nézhetjük már, és megint csak visszakanyarodok Tokióhoz, hiszen bármennyire is 2020-ban lesz ott az olimpia, ezt az úszók, meg minden sportoló pontosan tudja, hogy az pillanatokon belül itt van már a nyakunkon. Tehát az egyesen Musso, a kettesen Jegorova, a hármason a világcsúcstartó Wang, a négyesen Titmus, az ötösen Lea Smith, aki azért csak egy olimpiai bajnok, a hatoson a másik fiatal kínai Ling Wing-ji, a hetesen Sarah Kohler, Európa-bajnoki ezüstérmes volt 1500-on idén Glasgow-ban, és a nyolcason pedig Valeria Salamatina Oroszországból. Ez tehát a mezőny. Az idei időket tekintgetve a világranglistán Wang, Titmus, Jegorova, Smith a sorrend a legjobbak között, és mindannyian itt is vannak most a medencében. De Titmus is 2000-es születésű, Wang 2002-es, Li Bingji szintén 2002-es. De általában azért 400-on, 800-on, 1500-on, főleg az utóbbi kettőnél, de itt is inkább azért a táv második fele az, ami eldöntheti majd. Egyelőre 400-addal a világcsúcs részidőn belül 50 méternél 26,93 századnál tartunk. És Ariadne Titmus, aki a 200 gyors döntőjét megnyerte, nem is akár hogyan, ő vezet jelen pillanatban. 400-on azért van komoly taktikázási lehetőség. Titmus még mindig az első, Wang a második, Smith pedig a harmadik. Ugye Wang úgy nyerte tegnap a 800-at, talán emlékeznek rá önök közül sokan, hogy az első 300 méternél végig világcsúcs részidőn belül úszott, gyakorlatilag rajtszérgyőzelmet aratott. Itt viszont most hagyja, hát ha hagyja, most ezt nagyon idézőjelben mondom, nem tudom mi jár a fejében, hogy Titmus egyelőre vezessen. És talán azért merem ezt mondani, mert azt tudjuk jól Wangról, hogy ennél tud gyorsabban úszni, ha akar, de nem akar. 44 századdal még mindig azon a bizonyos világcsúcs részidőn belül. Az látszik, hogy ők ketten el is mentek most már a mezőnytől. Ilyenkor szoktam mondani, hogy a többi nem azért marad le, mert erős. Úgyhogy nagyon úgy tűnik fél távnál, hogy ez kettejük külön versenye lesz majd. Titmus az élen 1:55.37-tel, és a második helyen Wang. Kérdés az is, hogy Wang milyen hajrát akar indítani, hogy hosszú hajrát nyite, mert a tegnapi 800-ból tényleg az egyértelműen lejött, hogy állóképességi problémái nincsenek, és hogy erre Titmus hogyan tud reagálni. Egyelőre azonban vezet az ausztrál lány. Nagyjából egy fél test hossz az előnye, és a fordulónál még mindig 13 századdal a világcsúcs részidőn belül vagyunk, 2:25.21. De minthogyha egy picit Wang közelebb tudott volna jönni hozzá. A többiek ebbe a versenybe nem fognak beleszólni, az teljesen nyilvánvaló. Nézem a lábtempókat, hogy Wang még annyira nem kapcsolta be, mint Titmus például a lábát. Ott azért még van tartalékolási lehetőség, viszont jön az utolsó 100 méter, úgyhogy ha Wang meg akar indulni, akkor lassan majd ezt látnunk kell. Egyelőre Titmus vezet, és tartja maga biztosan azt a fél testhossz előnyét, és nyilván az ausztrál is tudja, hogy most jön majd a leglényegesebb része a versenynek, és ezt kell majd hoznia. És Wang nem is tud egyelőre közelebb jönni hozzá.
Nagyon jó a részidő, még mindig 350 méternél, 44 századdal gyorsabbak, mint a világcsúcs. Az utolsó két hossz következik, és Wang nem nagyon tud ritmust váltani, nekem legalábbis ebből a képből ez jön le, nem jön közelebb, Titmus pedig egy jó fordulóval rá is megy az utolsó 25 méterre, és akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag rajt célgyőzelmet tud aratni majd Ariárne Titmus, aki a 200 gyors után a 400 gyorsot is meg tudja nyerni. Az a kérdés, hogy milyen idővel. 3:53.92, új világcsúcs. 5 századdal a világcsúcs részidőn belül. Titmus tehát elveszi a világcsúcsot Wangtól. Nem volt egy hosszú ideig érvényben lévő világcsúcs, hiszen október 4-én úszta Budapesten ezt a kínai lány. 3:53.92. Őszintén szólva, nekem egy picit talán az volt furcsa, hogy nem láttam a 400 alatt egyetlen egy olyan pillanatot sem, amikor Wang úgy Isten igazából megpróbálta volna azt a bizonyos hajrát megindítani. Lehet, hogy most ennyi volt benne. Titmus minden esetre hát világcsúcsot úszott, tehát egészen biztosan nagyon nagy tempót diktált. Úgyhogy ők a jövő generációja, és jó volt őket látni egymás ellen versenyezni. Ebbe a versenybe az olimpiai bajnok Lea Smith nem tudott beleszólni. És ez egy újabb világcsúcs, ugye világcsúccsal kezdtünk a 4x50-es gyorsváltóval. Itt most egy újabb világcsúcs volt, már világbajnoki rekord is. Ez egy fantasztikus idő. Hát főleg úgy, hogy az egyéni csúcsa Titmusnak 3:58 volt. Most 3:53.92-t úszott. Azért az nem semmi. Titmus Wang Li az első három helyen.